Nem szeretném most mindjárt a kezdő köszönésnél lelőni azokat a gondolatokat, amelyek vele kapcsolatban a szószékről, illetve majd a hirdetéshez kapcsolódó megemlékezés során elhangoznak. Ezért most csak mondjak annyit, hogy Sztélo Gábor munkatársaként sok-sok gyermeknek és felnőttnek jelenhet az ő munkája, szolgálata, az ő vészkorszak idején menedéket. Köszönjük mindazokat, akik a család tagjaiként, fiai, szerettei, illetve mindazokat, akik tisztelőinként és az egykor általa óvott, védett, gondozott gyermekeként ma eljöttek, hogy ezen a megemlékezésen részt vegyenek. A jövő kedvezőtlen alakulásával való félelem, feszültség, a stressz ugyanúgy az életünk része, hanem jobban, mint 100 évvel, amikor Brecht az első darabját írta. Aggódunk a gyermekeinkért, a megélhetésünkért, az egészségünkért, felelősség terhe alatt a világban érzékelhető feszültségeket, nemzedéket, nemek, ideológiák, kontinensek szembenállását érzékelve a szennyezett környezet a planétánk jövője miatt. Megfeszülnek az izmaink, felgyorsul a légzésünk, a pulzusunk, verejtékezünk, az egekbe szökik a vérnyomásunk, szorongjál betegnél, szorongjál betegnél válunk, ha rám telepszik, emberalkodik rajtunk, a győz felettünk, ez a nyomasztó, szorongató, a fantáziákat, a szellemi, lelki kapacitásokat is igényben véli érzés. És éppen ezért az első benyomásunk az lehet, hogy nem csak kegyes túlzás, hanem egyenesen demagógia, sőt részvételenség Jézus részéről a pogányok szokásai közé sorolni. Ezt nagyon is az emberségünkhöz, a hétköznapjainkhoz tartozó pszichés jelenséget. Mint hogyha itt valami súlyos arányi tévesztésről, relativizálásról lenne szó. Milyen könnyű azt mondani, hogy ne aggódjunk. Ne aggódjunk az élelemért, ne aggódjunk a ruházatért. De hogyha ismerjük a számokat, akkor gyorsan szertefoztak minden illúzió, hiszen egy 2010-es évek elején készült statisztika alapján a világon 950 millió ember éhezik. A létminimum adunkát, az azt jelenti, hogy napi $2 élők száma pedig meghaladja az 1,3 milliárd főt. Világszerte 300 millió gyerek nem kap a szervezetek fejlődéséhez elegendő táplálékot, és évente legalább 11 millió kisgyermek hal meg az éhség és az alultápláltság következtében. Hogyan tekintheti Jézus ezt a kérdést ennyire súlytalannak? Azt gondolom, hogy elvédjük az irányt, hogyha azt gondoljuk, hogy a mi úrunk nem veszi komolyan az életünket, és nem veszi komolyan a bennünket foglalkoztató és nyomasztó kérdéseket, problémákat. Hiszen ha nem is ilyen számok ordítottak, azért Jézus korában is volt nyomor és szükség bőven. Ő negyedik vasárnapján egyre közelebb a nagy hét, nagy péntek a húsvét eseményeihez. A hit, az értelmes bizalom alapállásában érthetjük meg valamis Jézus szavait. Hogyha tudjuk, hogy mindennek, amit mond, az értünk vállalt embersége, az értünk vállalt kiállása, szolidaritása, szenvedése, kereszthalála és feltámadása az arany fedezete. Azt kell megérteni, hogy a mi úrunk nem relativizálja, vagy bagatelizálja az aggodalmainkat, hanem azért jött, hogy magára vegye mindannyiunk terhét, mindannyiunk bűneit.
bűneink végső sorok pedig legyőzze és elvegye minden szorongásunk mögött az ott settenkedő legnagyobb ellenséget, a halálfélelmet, sőt magát halálmat, ős ellenséget. Néhány évvel ezelőtt a Humanitus Segélyszervezet egyik vezetője mondott egy mondatot, ami aztán nagyon fontossá vált számomra. Azóta is sokszor gondolok erre a megközelítésre, hogyha valami miatt elbizonytalanodnék a pessimizmus eluralkodna rajtam, vagy akár a munkám, az evangélium hirdetés eredményébe vetett hitről mondanék le. Valahogy így hangzott ez a meglátása. Nem az Isten gondviselésével van a baj, hanem azzal, hogy mi emberek nem tudjuk, vagy nem akarjuk szétosztani igazságosan egymás között az Isten ajándékait. És milyen igaz valóban megdöbbentő, hogy az előbb felsorolt adatokhoz képest, vagy azok tükrében, azzal szemben Európában egyetlen emberre vetítve 173 kiló olyan élelmiszer hulladék keletkezik, ami alkalmas lenne még az emberi fogyasztásra. Tehát, mint hogyha találnék, a kreatív szeretet hiányozna, éppen az a felismerés, amire Jézus kutogatja a szemünket, az értelmünket, ez a nagyon is provokatív megközelítéssel, hogy ne egyszerűen a materiális valóságon, hanem lelki-szellemi síkonban is az Isten országának a felszabadító igazságán keresztül tájékozódunk ebben a világban, és így lépjünk egymás felé is. Hiszen itt erről van szó. Jézus erről beszél. Elhangzott már a bevezetőben részben, hogy ebben az évben emlékezünk Sztélo Gábor születésének 110. évfordulójára, és amelyik Isten tiszteleten emlékezünk arra is, hogy az ő közvetlen munkatársa Bartos Péter fiasztó Éva, Éva néni, aki a gyülekezetünknek tagja volt, kézi munkakör, keddi alkalom Bibliaóra látogatója kereken 100 esztendős volna. Ők a legnehezebb időben, a vész korszakban kezdtek bele igazán munkájukba, a gyermekmentő munkába. Akkor, amikor minden realitás, minden körülmény ez ellen szólt, amikor mindenki másképpen letett arról a direkt fenyegetések, megfélemlítések, vagy pedig az indirekt üzenetek hatására, hogy végezzen ezt a humanitárius szolgálatot. És azt is hozzá kell tenni, talán senkit nem lehetett elmarasztani. Az igazi emberség, az mégis más diktált. Hiszen az igazi emberség az nem hatalmi erőviszonyokon, és nem a körülményeken tájékozódott akkor sem. Hogy ők aggódtak-e? Sztélo Gábor vagy Sztilaszki Éva, a körülöttük élők, a munkatársak, a megmentők és a megmentettek. Hát számos feljegyzés, visszaemlékezés, naplójegyzet, tanulság alapján nagyon is aggódtak. Rengeteget, rengeteget aggódtak, és mégis Éva néni például efényként visszatérő módon írja le. Mert tulajdonképpen ő volt az egyetlen, aki a gyülekezethez tartozott a munkatársi körből, és mégis szokássá vált, hogy egy-egy mondatos imádságban kérték a mindenhatót arra, hogy vigyázzon. Vigyázzon a megmentettek szüleire, az otthonban élőkre, ebben a munkában benne lévőkre. Sokszor megérezték és megtapasztalták. Sokszor szinte csodával határos módon, amikor rendőrös trázsának a ház előtt, vagy a szomszédba költözött a német parancsnokság, és végül, amikor a ház tüzérségi célponttá vált, és megint csak hangsúlyozom, csodával határos módon német katonát vitték át
az ott lakunkat, Sztíró Gábor vezet a másik otthonba, villába. Ez egy egészen más támasztító, tájékozó látás és bizalom. És ezért is háborúban és békességben a címen Éva néni könyvének és a többek között Oldalom az ivatarban, ami gyülekezet történeti könyvünk második része, ami napokban jelent meg, örömmel mondhatom, amelynek egyik fontos fejezetében Zászlóczky Péter is ír erről a munkáról, ezekről az eseményekről. Igen, aggódtak az elveszett kisgyermek miatt, és mégis ösztönösen tudták, amit Melanchthon meg is fogalmazott, a gond imádságra késztet. Az imádság által győzünk le a gondot. Ez az Istenre hagyatkozó bizalom és az abból fakadó, mondjuk így kreatív szeretet, az, amiről itt Jézus beszél. Ez pedig értékben dolga is, és ezért nagyon jó, hogy beszélünk. Hogy nemhogy feláldozzuk az élelemért, az életet, az időért, az örökké valóságot, a sikerért, az áldást, a hervadóért, a hervadhatatlant, és az elmúlóért, a múlhatatlant. Az aggodalommal és a pessimizmussal szemben tehát már is van két hatékony eszközünk. Az imádság és a készség annak az észrevételére, hogy a vaskos valóság alól mégis kikarjunk át újra és újra az Isten országba és annak a jelen. És ezt felfedezhetjük az életünkben. Emellett, hogy ezek fölött pedig az is fontos, hogy erre az a Jézus biztat bennünket, aki nem követhetetlen programot hirdetett a követőknek, hanem önmagát adta oda értünk, hogy a szívünkben hit és remény ébredjen ennek az egészen más országnak valóságát és jelen valóságát illetően. Amen. Kedves emlékező gyülekezet, szavakban már sokszor emlegettük Barnas Mihály és Piazni Éva testvérünket. Most pillancsot alakjára, ahogyan ezen a kedves képen láthatjuk őt. Akik ismertük, emlékszünk rám, elmondhatjuk termelét tekintve inkább törékeny. Belső tulajdonságait szemlélve azonban egy erős, nagyszerű asszony jelenik meg lelki személyeken. Ha méltatni kívánnak életünket, hosszúra nyúlhatna ez a megemlékezés, dicsérhetnénk Isten adta képességeit, nyelvtudását, tanárt, pedagógust. Láthatnánk őt, mint édesanyját a család szemszögéből közelítve. Mint torforgató szerző, aki lelkes tanúként mutatja be egy korszaknak az utókor emberét és formáló emlékeit. Szólhatnánk róla, mint igazi harcosról, aki eltántorítatlanul küzd, minden által a igaznak és nemesnek tartott ügyért. Legyen szó például egy utca névváltoztatásának a bürokrácia útvesztőjében kitárható feladatára. A bőség ellenére én most ott fókuszáljak rövid megemlékezésben életútjának néhány hónapig, nem annál meghatározott korszakán. Arra az időszakra, amikor 1944-ben jelent fordulóján Sztíró Gábor néhány hozzáhasonlóan a rendkívüli elhivatott önzetlen emberrel összekapaszkodva, nem a saját szeretei életét, életemek mentését küzdte
kezdődött meg életének az az időszaka, amely számára örökre meghatározó eseményé vált. Sötétedés után jöttek a beutalóval a könnyes személy hozzátartozók, és bizalommal adták át nekünk a gyermeküket, írja a háborúban és háborúban békességben című regényben. Mi pedig arra törekedtünk, hogy a gyerekekben ne legyen félelem, hogy érezzék édesapjuk, édesanyjuk helyett, most mi vigyázunk rájuk. A fajén, az ideológiai, a nemzeti, a származásbeli lényegek, amelyeket emberek sütnek egymásra, vagy tűznek zubonyukra, a sárga vagy a vörös csillag, a horog vagy a lilas kereszt. Noha meghatározó tartozékai voltak a történelmi kornak, kívül lekedtek a Gaudiópolis falai. Mert sikerült otthon teremteni azoknak, szószoros értelmével, akik érhettek. Nem csak falakat, tetőt, ahogy írja, egy visszaemlékezés, hanem jó szót, szeretetet, imádságot, anyai apai gondoskodást. Nem volt szempont, hogy ki honnan jön. Az egyetlen, ami fontos volt, hogy a bajba kerültek érvalmatjáért. Ami számomra személy szerint az Ivanénivel folytatott beszélgetések során talán a legmaradatlanabb emléké vált, hogy ez a történelmi őrület, az irgalmatlanság kívül rekedhetett nem csak a Gaudiópolis falain, hanem még a némi szívén is. Csillogó tekintettel tudott beszélni elfogadásról, mások rágyakorolt türelmükről. A szeretet bűnöket is elfedezni képes erejéről. És ő nem csak beszélni tudott róla, hanem érte is mindezt. Hála legyen érte, életéért, szolgálatáért, rákhagyott örökségéért, őrizzük emlékét, és kövessük példáját. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy összegyűltünk. Édesanyánk Stiesz néva Bartos Mihályné sírjánál, és ha megengedik, először elmondom, hogy ezen a fejfán kinek a neve van, ki nyugszik itt, mert ha egy picit belegondolunk, akkor itt állunk a 20. század magyarságánál. Tehát, hogy visszafele mondjam, itt nyugszanak szüleink Balázzsal, Bartos Mihály és Mihályné. Stiesz néváról tudjuk, hogy ki volt. Bartos Mihály egy unitárius erdélyi ember volt, az édesapja Bakaló Mihály, mert az eredeti neve Bakaló volt, Bakaló Simon, a Pest-Szentlőrinci unitárius templom alapító presbitere. És akkor egy picit Stiesz néva családfája, amiről azt lehet tudni, hogy Liechtenstein Klára, ami nagyanyánk, ő evangélikus volt, és nagyapám Stiászni Zoltán pedig a neve alapján kikövetkeztethetően valószínűleg lengyel származású zsidó ember. Tehát, hogyha így belegondolunk, ugye elmondtam, hogy a század elejéről evangélikus, zsidó, unitárius, itt állunk a 20. század bölcsőjénél, vagy a 20. század sorsánál. Kedves. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, illetve itt vagytok,
Még annyit tennék hozzá, hogy a családfát én azzal gazdagítottam, hogy nejem orosz ortodox. Ő még nem volt a családban. És akkor átadnám a szót lelkész úrnak, és nagyon szépen köszönjük ezt a szívmelengető és nagyon nemes megemlékezést. Ó, terjeszt ki Jézusom, oltalmazó szárnyal, és csitíts el szívembe, bútörömöt vágyat. Légy mindenem, légy fényem, sötéten jön az ég. Nagy irgalmadból élnem, szüntelen te segély. Ó, mosson meg az értem, bőven hull drága vér, új lélekért könyörgök, újult akaratért. Kicsik nagyok, mint kérünk, őrködj vigyázva. Nagyon érdekes az az ige, amely nem került felolvasásra ma az istentisztelet kezdetén a különböző zavaró tényezők miatt. De a heti ige, ami ezt a hetet meghatározza, az János evangéliumából a 12. fejezet 24. verse. Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, akkor sokszoros termést hoz. Amikor Éva nénire emlékezünk ezen a mai napon, akkor azt gondolom, hogy mindabba, amit ők képviseltek, amit ő is képviselt személyesen, abba benne van ez a búzamag sors, ez az elvetett búzamag sors. Az én személyes érintettségem vele kapcsolatban az két irányú, egyrészt én Sztélo Gábor utódja voltam Nagytartsán. 7 éven keresztül ott szolgálhattam a nagytartsai gyülekezetbe, és éppen Laci bácsinak meséltem azt útközben, hogy az ottaniak nagyon nagy szeretettel emlékeztek. Az egyébként szintén 7 évet ott töltött másik Gáborra. És az szűrődött le az én számomra, hogy ő egy olyan személyiség volt, akit így szerettek, akin keresztül valahogy átragyogott az Istennek a kegyelme, irgalma, szeretete az emberek felé, a körülötte élők felé. Noha én nem ismerhettem személyesen, mert 2 éves voltam, amikor ő meghalt, ezt a generációkon átívelő benyomást, ezt mégis megtapasztaltam, ez elért engem. A másik pedig személyesen az Éva nénivel való találkozás, hiszen vele találkozhattam már, amikor a Deák térre kerültem, akkor ő bibliaórásunk volt, és abban a keddi csoportban járt, ahol kézi munkakör, és aztán hozzákapcsolódóan egy-egy igei alkalom mindig lehetőséget adott a beszélgetésre. Előtte is, utána is, közben is. És ott pedig azt érezhettem rajta keresztül is, hogy ez nem csak Sztélo Gábor személyiségének a része volt, hanem ők rokon lelkek voltak. Hiszen a szemében ugyanaz az Isten irgalom, szeretet csillant meg. Még akkor is, hogyha tudtuk, hogy meg a történetekből, amiket mesélt, érzékeltük is, hogy sok mindenen mentek keresztül, mégis ott bujkált a szemében mindig a mosoly. Ami másokat is bátorított, ami nekünk is, fiatal lelkészeknek mindig újra és újra erőforrást jelentett. Hogy olyanok hallgatnak, akik
akik komolyan veszik azt, amiről szó van egy Biblia órán. Akik tudják, hogy miből merítették az életüknek az alapját. Én azt gondolom, hogy az az emberség, amit ők képviseltek, és ahogyan az Isten tiszteleten is mondtam, az a kreatív szeretet, ami nem csak elmélet volt a számukra, hanem amit meg tudtak valósítani a hétköznapokban, az tiszteletre méltó példa és ma is követendő példa. Érdemes éppen ezért odafigyelni arra a jézusi szóra, amit ők is az életük etalonjának tartottak és zsinór mértékének tartottak. A nem csak az önmagunkért való életnek a példája. Gyümölcstermő és eredményes élet, amelyből sok minden beleépülhet akár a következő generációknak is az életébe. Hiszen Jézus erről beszél, amikor a földbe esett búzamagnak a képéről beszél, és ebbe a nagyon tömör képbe elrejti az ő személyének a titkát is. Meg mindazoknak az embereknek a titkát, akik aztán belőle táplálkoznak, és akik sokféle, sok irányú és gazdag termést hozhatnak. És ő lesz az igazi emberségnek az elöljárója, aki után mi is elindulhatunk, és akit mi is követhetünk. És az ő személyes sorsa, aki az életét adja értünk, de aztán húsvét hajnalán kiderül, hogy van reménység. Hogy van reménység, amiben kapaszkodni lehet, és ez a reménység az, ami aztán sok évszázadon, évezreden keresztül embereknek az emberségét táplálja. Így emlékezünk, nem reménytelenül, mert tudhatjuk, hogy az Isten országában egyszer majd összeérnek a szálak. És ihetjük azt, hogy Éva néni is, ott Jézus közelében, mindazokkal együtt, akik már előre mentek, és mindazokkal együtt, akik még itt vagyunk a földi vándorúton, egyszer csak az ő közelében ott örülhetünk, ahol nincsen gyász, és nincsen sírás, és nincsen rettegés, és nincsen aggodalom, és nincsen félelem, hanem az az egység, ami itt most a drága előre költözött testvérünknek a sírja körül is megvalósul. Így legyen. Urunk Istenünk, köszönjük az emlékezés perceit. Köszönjük azt, hogy ma is összegyűjtöttél bennünket, és hogy valóban reménységgel tekinthetünk ebben a világban az életünkre, mert mindig vannak, akik valahogy képviselni tudják azt a szeretetet, ami mégiscsak minden ellenkező erő ellenére áthatja ezt a mi világunkat, amire nyitott szemmel kell járnunk, hogy emberi tanúkat is rendelsz, akik ezt erősíthetik bennünk akár a szemük mosolyával, személyiségükkel, hogy mégiscsak van óvó és védő kar ebben a világban. Hát, hogy így emlékezzünk ma Éva nénire is, Gábor bácsira is, és mindazokra, akik a te tanúid ebben a világban, akiktől mi is csak tanulhatunk. Hát, hogy amikor az útjainkra indulunk, akkor megerősödve és a te kegyelmedbe bízva léphessünk tovább. Amen. Amen. Köszönjük szépen, és akkor én két idézettel fejezném be, mind a kettő ma elhangzott. Az egyik a búzaszem. Hát én remélem, hogy a következő generációk búzaszemei, akik már itt vannak közöttünk, azok folytatni fogják ezt a világot, meg az emlékezést. És amit Cselovszky Ferenc lelkész mondott ma, abban egy mély bölcsesség volt, hogy a Gaudiopolis falain kívül maradtak az összes, hogy úgy mondjam, az élet aktuál problémái. Ott semmi más nem maradt, csak az, hogy gyerekek. És hogy kinek a nevében jöttek oda a gyerekek, azt Téló Gábor nem kérdezte. Ezt pontosan te tudod legjobban. Igen. Amikor
elkezdted mondani, hogy miért is jöttél, azt mondta Sztélo, egy szót se többet, így itthon vagy. Így van. És én azt szeretném remélni, hogy ez a példa, ennek a példának az üzenete a mának az lesz, hogy nem az a lényeg, hogy kinek a nevében és hogyan jön az ember, hanem az, hogy itthon vagy. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor a virágokat el lehet helyezni. Még egyetlen egyet elmondok, ez már, hogy mi az utóhang. Ezen a kis csokron két családnév áll, mert nekünk van még egy családunk, aki ugyan nagyanyámnak a családja, de viszont aki olvasta a háborúba békességnekben angol fordítását, az rácsodálkozhatott egy nagyon érdekes tényre. Van, ahol Sztélo Gábort pasztornak nevezik, és van, ahol miniszternek. Ennek az a titka, hogy az a család, a Filotás család, egyébként nagyanyámnak a családja, a Fried család, szétszorodott szerte a világban. Vannak, akik Angliában élnek, és vannak, akik Kanadában, vannak, akik Amerikában, és mint tudva levő, ebben a nyelvi környezetben van, ahol pasztornak hívják a lelkészt, és van, ahol miniszternek. És amikor édesanyám könyve megjelent, akkor a szerteszét szórodott család úgy döntött, hogy ők lefordítják angolra. Van amiben segítettek a gyerekek, tehát az ottani második, harmadik generáció, és ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert hiszen azok, akik elszakadtak Magyarországról, azok sokszor keresik önmagukat. És amikor egy-egy nagyszülő, vagy szülő-nagyszülő, esetleg most már dédszülő, arról beszél, hogy ők mit éltek át valamikor, akkor a gyerekek olyan értetlenül állnak előtte, és az egyik rokonunk azt mondta, hogy ez a könyv segít abban, hogy a második, harmadik generáció egy kicsit megértse, hogy honnan jöttek. Hát ez a magyarázata annak a másik névnek, aki ott van a szallagban. Köszönöm szépen! Ezt a kis koszorúak, mind az alapítvány, Sztélo Gábor gyermek és ifjúság segítő alapítvány nevében, mint pedig az úgynevezett Sztélo gyerekek nevében helyezzük itt most el. És meg kell említeni, hogy sokan vannak olyanok, akik nem tudtak eljönni, vannak olyanok, akik azért nem tudtak eljönni, mert már nem élnek. De ameddig éltek, nagy szeretettel gondoltak mindig Éva nénire. Ilyen ugye a Svédországban, ilyen Brunner Misi, aki még él, és aki mindenképpen, akit mindenképpen képviselnünk kell itt, az a Perlus Tomi, aki minden évben elmondja az ő történetét, emlékezve a Éva nénire. Úgyhogy a Sztélo gyerekek nevében és a Sztélo alapítvány nevében helyezzük most el ezt a koszorút. Köszönjük szépen!